Karácsony este, december 24. Mindazt kis szatyorfülke, miért nem együtt ittunk aperitifet karácsony este, mondd meg! Csutyomba ittál a Andikámmal, és engem még meg se kínáltál, hát most miért csináltad? Ez nagyon illetlen dolog. Miért csináltam? Hallod hozzá? Nem tárgyalok, és nem ülodam! De szatyorfülke... Nem tárgyalok veled! Vagy hogy a normálisan beszélsz velem. Normális, ő szépen szóltam hozzám. Én eszek most. Előtte együtt kellett volna meginni a finom aperitifet. Engem meg se kínáltatok. Ez bunkóság. Nem, még egyszer bunkózol, hogy átbaszunk már vagy. Tudod, két bunkózzál, te nyomorult szemét, akinek enni adsz. Tudod, hogy igazán nem vagyok olyan... Mondd, mondd, pofád, ennyi akarod! Egész kicsit ittam volna egy kortyot, és... Ott van, igen! Ez így már nem jó, egyszerre kellett volna inni vacsora előtt. Fogd be a pofádban, te ennyi akarod, és nem... Ne, ez a pofád nem... Nem érdekel, fogd be a pofád! Nem, nincs, hogy nem érdekel. Fölállok, és kimegyek! Miért nem kínáltál meg engem? Szépen kérdezem. Fölé, hagyd abba! Csak kérdezem, válaszolj! Csak! Mi az, hogy csak? Karácsony, egy szent ünnep, és egy család vagyunk. Mama, hagyja! Mama! Szólj, hogy nem fázom el! Az az én helyem! Miért tűz, baszdek? Hova üljön? Nem segített levinni a kacatos dobozt a pincéket, nem tudom bevinni. Te mit segítettél nekem? A kurva anyád! Kitakarítani a szobát, meg feldíszíteni a karácsonykat, meg megjavítani a vízmelegítőt. Nem közelek, nem közelek. Nem igaz. Bazd meg. A javításra kértél. Na, nekem ne káromkodj ilyen csinál. Hagyjál békét! Nem tudok enni se, bazd meg! Nem már. Rohadj meg! Én? Rohadj meg! Miért pont én? Na, sértegettem, biztos? Nem sértegettem, csak szóltam, hogy megyek ki a halat, mert már szinte szénne égen. Nem tudta szénegét égetni a kaját. Feketedett és erős égett szaga volt. Nézd meg! Neked ez a második fogás, mert ott hagyod az összes szarodat! Majd minek hoztam be a grapefruit helyet? Az rájött, de a halászli, az kamar kihűl! Ezt most miért csinál? Ez merő rossz indulat! Ezt miért csinálta? Mindom lett a halászli szatyorfülünkön. Én majd vissza fogsz élni azzal, hogy elfogadtam a halásznét, hogy fogod várni a mellett, hogy bezzek, hogy milyen finomát főztél, és hogy a te főszöre teszem, és akkor... Magad bundusz ki, és hagyjál még, hogy ne szólj hozzám! De bocs, de délután még azt mondtad, hogy nem adsz nekem halászlét, hogy miért mondtam? Akkor most miért adsz, vagy miért mondtam? Hagyjál békén! Igen, a béke lenne a lényeg karácsonykor, de attól még beszélgetni lehet kultúráltan. Márdikám, miért nem jön enni halászlét? Csüt nekem a halat, a második fogást, azért! A gonosz anyák! Nem azért gonosz, hanem azért, mert ide dobja ezt a grapefruit helyet, mint ez fontosabb lenne, mint a forró karácsonyi halászni, ezt ő se gondolhatja komolyan! Ebben keres valami rációt, hogy értelmet, nem tessék! Nem tárgyalok veled! Nagyon finom ez. Halászni, és csak köszönöm. Hallod? Nem, nem, nekem, lássunk békére, mit szeretnél. Ne engem hívjál, ne engem hívjál, bassz meg. Nem szint szóltan, a szóltan. Jó. Mit mondanám, adok az enyémből. Behozom. Tessék. Összemorzsázt a tányéromat. És nem tudok leülni, mert a szar itt van. Én szóltam, nem is eszem. Vagy egyik le együtt a pincében. Nem, ezt nem most kellett volna. Ülj a végéhez, mama! Mi van? Ülj a végéhez! Mi?
Ülj a végén, vagy a fiad mellé. Toljuk ki az elő... Hát gyorsan kitolom az előszobába ezt az út. Napot várjál. Nem, hogy a kincseim. Menj a picsába innen! Most mondtad, hogy a csúnyát szemtestem, látni kell, tisztíng majd! Most már kicsit kihúzok. Kussolj már! A padra le, mama. Milyen kicsit húzok ki ilyen. Hova? Erre, hogy be lehessen ülni oda. Akkor nem lehet eljárni. De. Ide ülök, mama, most már. Menj, menj. Nyomorgok. Még ami... A szarnak az a gyertyai. Mert karácsony van. Aha, persze. Tino, keper illatú gyertyák, direkt is szép piros, hogy karácsonyra vettem. Aritatom, én. Aj, túl hátrába, Mali. Nagyon finom a halászni. Köszönöm szépen, édesapám, hogy főztél halászni. Nem kell köszönni. Nem, igen. Köszönöm szépen. Tessék? El is rajtettem. Mi? Itt látsz. Tessék. Itt van, tejet rakjál magadnak. Na. Az Istenben vagyok. Egy tokra ezt kivehetem, ugye? Hát, mama, ne beszélj hülyeséget! Jó, 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 jó. Az ember külön tesz. Neked egy picit erős lesz, de nem olyan erős, hogy bántóan erős lenne. Tedd le oda, mert magad mellé ez a... Itt se fél ide. Hol a kanalam? Ki vette el? Jó! Aj! Ki fog hűlni? Ez a sok szar itt minek? Nem tudok mit hova tenni. Milyen szar? Ez itt! Ez itt! Ezek az adventi koszorú meg a hősugárzó. Persze! Tudom. De hülye. Azért érdekült az ilyen. Ez miért hülye? Mert hogy néz ki, hova rakja a tál, amit... Na. Szűk a hely! Nem veszed figyelembe! Ide hozom a fehér kis asztalt, az a nelfény. Nem hozom ide semmi. Miért? Azon kényelmesen elfélünk. Hagyjál enni! Miért nem szóltál ennem, csak... Hagyjál enni! Két perc. Fobbaszál te! Nagyon rosszul esett, hogy nem kínáltatok meg aperitívvel, vérig sértve érzem magam. Nekem is néha rossz esik, mikor lehűlézem, meg lemarázom. Megbocsátás ideje, nem a rosszul ideje. Hoppa pofád, azt mondtam. Mi is vérig sértve érezzük magunkat. Ronda pofád miatt. És pont karácsonykor kell bosszút állni, gratulálok. Milyen mondnátok, ilyen kicsinyesek. Nem bosszút állunk, hanem ma is még itt ilyen rondaságokat mondták. Egyél, hagyjál enni! Egyfolytán a pofázik miatt a legnyitett. Én megfogadtam, hogy nem szólok hozzá. Miért kell ilyen csúnya dolgot megfogadni? Hagyd már abba! Jaj. Na. Egészségedre. Köszönöm szépen. Papa, finom a halászfé. Jó, köszönöm. Kell nyitott ikra megtelj van. Nem kell már. Ez
kicsit csípős, de nem túl csípős. Ennyire kell egy halál. Ennyire kell, aha. Mondtam is, lehetne úgy, hogy külön csípősíti az emberbe. Nem úgy, hogy beengli, meg nem sűrt. Miért tetted rá a kenyeret, az a szálkás tányér? Nem én tettem rá. Jó, hát akkor a lapos tányérod az nem lesz. A második fogásod. Majd tudunk be egy másikat a buszba. Na, neked puszítani. Na, nem! Nem kell! Nem kell, csukd az ajtót inkább! Nem kell! Azért, hogy ilyen magorban, mert a koronavírus miatt elhidegültünk egymástól. Igen, hagyjál békén! Azt mondom, ez súlyos hiba. Nem a koronavírus. Nem a koronavírus, hagyjál békén! Nem a koronavírus miatt. De. Nem tudom, lehet, hogy már... Mert azt akartad, hogy azért ne puszígassák rendszeresen, mint régebben. Mióta nem puszígattak volna sokat, azóta magarultál le ilyen csúnyán. Azért, mert ahogy vizelkedsz! Nem, a puszi hiány miatt. Rendben, ezt hajtogasz! Nem folytogatnak. Elég, van, meg megütlek! Nem folytogat, te hülye! Vidd ki a tányért! Te megütlek, az kurva Isten! Érvezetnek valóban, az sok sértés! Kerdő! A kurva Isten baszol meg! Én csak szeretni próbálni, hát én már ilyen gonosz. Úgy szeretsz, hogy nem mondasz, hogy gonosz. Ki kell szeretni, puszi van. Az anyám, picsája! Én már vagyok a szűtítel rohadék! Mit csináltok már megint? Megpróbálom megszelidítani a szakot. Te hülye! Vidd ki a tárgyalodat inkább, most hallod? Nézd meg, hagyjál be egy hülye nyálas puszit, te! Nem szeretnek, miért magukat meg a puszit? Hát újra hülye! Hülye, most már eleget? Nem! Még egy pénz, ez a keresztben! Vizágyál, gyógy! Tisztelt te a beszélyt! Mérdik sértesz meg, porigalázol, nem lehet! Kérdő! Viselkedj már normálisan! Vidd ki a tárgyalodat! Próbálom. Ez nem normális viselkedés. De ez kell ahhoz, hogy megszeridülj, és mi az, hogy megszeridülj? Megkerkedj az őrületbe, a kötekedésedben. Sápa, bazd meg! Mindent tudom, mit csinálok. Amíg itt az az én lakásomban, és én fizetek mindent, hogy a kajánban, ugye? Ez nem kötekedés, amikor mondok valamit. Hagyjál meg békén, te bazd meg, mert megölnek! Te, nem véled, hogy... Hagyjál békén, bazd meg! Minek az a kés? Az, hogy ülj le! Te rohadék! Nem mondjál amit a barátokat csinálhatod! A horror mesében sincs, hogy karácsony este az apját puszigatja valaki, és akkor ez kést fog rá. Ilyen még a horror mesében sincs. Jó, akkor most csit meg, nem csak elmondom. Hagyd abba, gergely! Hagyd abba, mert nem kapcsolatok! Csit meg, szerintem csak elmondom. Gyere ide! Ezt vidd ki így, ahogy van! Vidd ki, és hozzá magadnak egy normális tányért! Kést fogott rám, csak azért, mert puszigattam! De! Nem voltam! Neki a báj! Kaszd meg! Mit ez a léger? Két órája? Nem is tudok már visszaadni! Az első se felejteni! Csöndegyen! Az embertelen módon! Csöndegyen! Hoztál magadnak tányért! Mindjárt hozom! Az első sütésben nagyon forró volt az olaj, ezért egy kicsit van már. Nem baj. Tessék, megél magad. Annyi lent az enyém. Nem, a félpadna, nem. Akkor mennyi? Mert nem a fél volt vágva. Azt mit vissza, tedd el! Ebben, hogy megszálladjon meg! Igen, az igazi ágyka, meg se tudtam fürödni, át se tudtam öltözni, miért kapkodtuk el? Majd holnap! Ilyen lassú voltál egész? Lassú voltam, három napi stressz után kikészültem, de ne csodálkozz! Folyamatos gyilkos stresszben tartottatok három napig! Te tartottál minket gyilkos stresszben! Karácsony, nem a vádaskodás ideje. Hol az egy zacskó a kenyeremhez? Ahol vagytad? Mit csinálsz? Élek egy másik zacskó. Nem hozzák meg a megfelelő döntést. A másodat meg belül meghalnak.
hozzál magadnak tárgyért, mert összeszálkáztod a saját tárgyérodat. Itt van egy ilyen laposan, tessék. Vidd be! Nem jó, nem kell vidd nyúlni a tányérodban. Bazd meg, miért kell? Mert szép tányért kérek karácsonykor. Ne törd össze! Nem megdöld. Nem szoktam összetörni. Miért kellett ezt a sünnyet? Nem tesz! Csönd legyen már! Még egy szó és nem kap semmit. Ez kiabál ez az állat? Akutok neki a váltok, ő oda nem szól. Szemrehányás, tehát hogy az én hibám, hogy kicsit elcsúsztunk el idővel. Igen, a te hibám. Nem igaz. Hagyjál végén, jó? Ez egy komolyan gondolom. Hölgy a tányérodat, papa. Ja, jó van. Meg se tudtam fürödni, át se tudtam öltözni. De mert korán kezdtünk etni, igaz azért? Ja. Milyen? Mi voltam készülve három nap is rá. Ajj, leesett egy kicsit. Igen. Mi voltam készülve. Hagyjatok meg. Na, Gergő, eszel még? Kérsz még? Eszik, nem lehet ilyen kóra. Na, kérsz még? Nem figyeltem. Mi lesz utána? Semmi. Lesz begli. Tűl a begli, nagyon későn sült meg, nem biztos, hogy ma még fölrakom. Egyél. Nem. Édesapád saját borából, nem? És nem viszont. Elég vagyok sérte, mert nem kínált meg aperitívben. És ha én megkínálok? Ott van, odahoztam. Ez már késő, együtt kellett volna, egyszerre, vacsorán. Mondom, hogy nem a vacsorához ittuk, hanem korábban. Mert kiborultunk a gyilkolásod miatt. Nem gyilkoltam meg senki. Nem, csak szóval. Mikor jön már meg az eszed, hogy nem... Nem igaz, megint feltűntesz, mert hogyha külön ittatok volna, akkor még egyszer ittatok volna a vacsora előtt, látványosan. De vacsora előtt nem akartunk. Akkor meg... Azért, hogy ne legyen sok, mert állandóan ezt vetted a szemünkre, hogy sokat iszünk. Nem nyakatekert magyarázat, ez Isten legyen meg. Nem nyakatekert. Na hagyd abba, zabáljál! Már érdekel, mert amikor hátán meg a hidegben megérkezünk, 3-4 kupicával is megiszol, akkor nem sok, csak most? Akkor nem, csak most. Hazug. Ne beszélj így az anyádról. Ilyen finom teát csinálj, csak olyat ilyeneket mondasz neki. Nem a kajával van a baj, hanem azzal, hogy se félrevezetéssel és feldítéssel próbálja kimagyarázni ezt a durva illetlenséget. Nem úgy visszakedti, hogy... Az nem már fogadott, nem a karácsony a megbocsátás ideje. Jó. Ezt nem felejtem el, hogy... Jó. A másikat, hogy... szenítítési szándékkal megpusztigatlak, és akkor meglóbálszám az orrom előtte kazinak kényszer. Ne haragudj, ez már minden határozott. Úgy megsértettél, hogy azt mondtam, hogy életben nem hallok veled szóba. Ugyan mivel? Igen, mivel? Azt sem tudod, mikor sértettél. Na mondjad, mivel sértettelek? Olyanokat mondtál. Milyeneken? Már nem tudom pontosan. Egyáltalán nem tudom. Hülyézel, az teljesen természetes, hogy lehülyézed. Na hagyd mindenki meg. Amikor puszival ki akarok békülni, akkor késsel kell megfanyagatni, jelen meg onnan. Azt én ütetésnek veszem, amikor te puszítsz. Na vigyázz, hagyd menjek ki. Amikor most nem úgy puszítalak, hogy büntetést mondtam, és megszerítitelek. Nem.
Ezzel minden határon túlmentél. Jó. Erre nincs mentség, erre nincs bocsánat. Tessék, ne sírjon a szád, itt az aperitív utóval. Nem, majd én. Nem ugyanaz. Akkor öntsél magadnak. Utólag már szerencsélet, ennyit kellett volna. Akkor egyél. Egyél. Ott van kint az konyhában a borra akasszik. No. Sőt, nem szoktál így. Nem a fenén. Na, nincs megaláztatás volt, hogy ebédnél nem adtál nekem egy gyümölcsös sört. Nem úgy viszegett, hogy megérdemeljed. Megmondom őszinte, egy csomót vettem, de nem adom oda. Én tisznó. Le vagy szarra. Na mennyi, hagyd meg. Hullagy bele. Rohadj meg a szemét, hullagyad vele. Ezek után ilyet mondasz, én ilyet neked nem mondom. Hagyd menjek be a helyemre. Később akartam megölni az anyom. Annyit kapnék, mert egy becsületes lenges embert. Az már nekem tök minden. Te nem tudod elkérni, hogy milyen anya sértésre fáz az ember fejére. Ilyen rákos, nincs mentség. A barátok, most! A pusziért, késsel hadonászni, erre nincs mentség, ezt nem tudok kimagyarázni. Gyerünk, te miket mondtál nekem? Mindegy, a puszi akar lenni a bocsánatkérés. Nem lehet azt elintézni. Eleve én értem, elmondtam, hogy ott az apámnak, amit te nekem naponta a fejemhez vársz. Eleve, a napád életedben nem bánt veled olyan embertelenül, mint te velem. Embertelenül, te hülye! Föl ne vertünk, bazd meg! Ember csináltunk belőle! Csönd legyen! Ha így kiabáltok, senki nem kap semmit. Itt vannak a boros poharak, csak előre behoztam. Ott van. Gergő, befejezte? Igen? Légy szíves, kussoljál már! Nézd meg, hogy ettél. Ott van benne a pezsba, szatyorba, sör. Neked való. Nem. Hallod, mit mondtam? Nem. Azt akarsz. Elpakolok. Mindjárt! Sokan is szép. Most van kivalók. Jaj! Ma már üdvem, hogy én elmosolok. Ne, hogy mosolok! Komolyan! Nem vagyok itt, hagyjál még én. Nem viszek ki semmit. Nincs ez az Isten, hogy én most fölálljak. 5 percre leültem pihenni. Igen. Gyere nekem később. Csak akkor állok fel, ha életveszélyben leszek. Te hülye fasz, te! A grapefruit íjat kiviszi ki. Rohadék. Na megállj. Te hoztad be! Igen, tessék. Ez a tiéd, vitt innen. A helyére. Sokattál lejjebb, de nagyon sokat segítettél. Órákig volt sokattál. Kérdő, ha kérsz a aperitífet, vigyázz! Ez már nem aperitíf, ez már halottnak a csók! Azt kérdeztem, hogy kérsz vagy nem? Nem, most már nem, most már nem csak azért. Nem akármit mondani, kortítanál, nem. Ez így nem igaz! Mi a bajod? Előbb már mondtam. Megint ugye azt akartad elmondani? Na ez, hogy... Megpuszígatlak te, hogy kés lóbálsz az orrom előtt karácsony este. Ez a bajom. Letámadtál. Dolgomban megyek valami. Nem igaz, itt ültél és eszegettél. Ott támadtál le! De ott támadtál le! A felnéten. Itt ültél, erre se, úristen, erre se emléksz. Itt volt, hát akkor honnan lett volna a kés? Ez itt volt az asztalon a kés. Vittem ki a kést. A felnét.
Úristen, ennyire szépen megvalál az egyen. Hát, beszerelek egy biztonsági kamerát, tehát ne hazudtolj meg, itt ültél. Amikor összevesztünk, az út közben volt, hogy mentem ki. Nem vesztünk össze út közben. Jó, hát nem vagy normális. Mi ez a kiabálás? Azt állítja, hogy nem az asztalnál lóbálta meg a kést, hanem út közben. Nem lóbált kést! De te nem láttad, mert kint voltál, csak... De Gergő, most mit szórakozol ezen? Az meg! Ne szólj már apádhoz! Így ne! Na, gyorsanőkem, súlyos az alapszegnek, egyre súlyosan, valamit tenni kellene. Figyelj ide, ma nem vágom föl, a beiglit már nem sült meg, ott van édesség, abból egyél. Nekem, fekete csokit kérem. Jó van, kapsz. De van nekem, nem el. Kapsz a milyenből? Nem kellett, ez az alacsonyabb kakaót adtam. Nem sértődött büszkeségben most tényleg, csak én nekem legalább 70%-os kell. Jaj. Jó, maga, ne tegyél megjegyzést! Egyet! Csak ismételtem, amit mondtam. Csak ismételtem, amit mondtam. Ja. De én nem vagyok ilyen rossz indulattú, meg én megkínálom a kicsit. Nem, most nem kérek, most sört iszok. Mi van, hogy látom, élet eszem? De jó van, köszönöm. Ennyit a beszélgetésről. Ja. Jó van. Melyen? Nem. Nem tudok elhállodni a rohadt stressztől, amit a szörnyek okoznak. Tegnap mi a fasz okoztam neked tegnap? Tegnap kivételesen nem te voltál, hanem sok ilyen rendőr, akit rám hívtak a plázánban. Először is már záróra volt. Na fennét, 8 perc volt még záróráig. Miért az utolsó körben? Mert pont te tartottál fel a lelkizéssel, hogy ilyen kis szofisztikáltan szittán. Te tartottál fel. Nem, akkor nem auditoztunk, csak ilyen idegtépő egypárba. Jaj. Armácska Indonéziában, ez nagyon rendes. Mi soha büdös életben nem kér pénzt egy fillét. Pedig már több mint... Nem, még annyi. Hát pont most 2 éve, hogy ismerem. Tudom. Azért mondom, hogy olyasmit kínálgatok. Nem olyasmit, hanem őt. Hát az megint ez. Na. Ah, vége lesz ennek a rohadt vírusnak, repülök hozzá Jakartában találkozni. Elegem van már a szarházi hitvány magyar picsákból. Ha jó volt, tovább keresztül családnál magyarban is. Ez a kor már, ami a tiédé. Nem. Jó van, persze. Hát, de én nem vagyok öreg, nem látszik rajta. Az más, de ő csak azt tudja, hogy te 40 éves vagy. De nem kell tudnia, most már nem mondom meg. Mindig meg kell mondani, amikor ismerkedési levelezésbe kezdesz. Kérdi ő is, meg te is kérdezed, hogy hány éves. Hát nem mindegy, hogy 80 évesen vagy 15 évesen. De minden, mert az életmódtól függ, hogy mennyire öregszik az ember. Azért a kor mindenki meglátszik. Valaki jobban, valaki kevésbé. Megint arra megy ki, hogy én vagyok a hibás. Nem hallgatom tovább, nem. Nem is szóltam semmit. Majd megcsinálom holnap a csatornát.
Micsodát? Csatornán. Jó, most már ráér. Most már eligazodom rajta. Nem, hogy nehogy már visszamond a kérdést, hallom? Nem vonom vissza a kérdést, csak mondtam, hogy ráér. Halálra voltam stresszelve. Nem mosakodj. Nem kértelek számon. Mondtam, hogy ráér. Ebben mit értesz vele? Ráér. Így is látom. Majd egyszer, ha ráér. Békélj már meg, könyörgöm. Ne mondj már apádnak gondákat, jó? Légy szíves. Utóbbi teszt eredményei visszajöttek, és a számok kellemetlen diagnózist sejtetnek. Úgy gondolom, hogy egy az immunrendszerhez köthető folyamat zajlik. Hallod a zenét, Jóvicska? Hallom. Szeret hangosan? Nem kell, jó az így. Ez nagyon kellemes. Jó. Majd már elfújom a gyertyát, hogy holnapra is maradjon, jó? Jó. Gergő, figyelj rám, még tovább folytatom. Egész nap dolgoztam. De hullafáradt vagyok, leszeretnék odabent feküdni. Nem kérek zenét. Tudom, te egy éjszakázó ember, nem fogok most éjszakázni, csak egy 10 percet nem. Csupaszaltakod meg. 10 percet sem. Éjjel fél egy van, ne haragudj. Megy a tévé. Kapcsol ki. Légy szíves. Hagyjál egy kicsit lazítani. Gergő. Én meg hallgattam, amit látottál. Mit csináltam? Hallgattam a számokat. Apád végig hallgattam. Nem, nagyon rossz volt. Nem. Nekihagy. Könyörgöm, miért elmúlt? Hadd kapcsoljam ki! Gergő! Ilyen fél egy van! Szeretnék pihet, de menj onnan! Én ülök ide! Menj be! Megem is elvassz! Nem volt bombaság tetején! Hadd adja ki! Nem szabad csinálni.